A Pannon Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Ma július 6-a Csaba és Tamás napja van. 133 évvel Louis Pasteur francia tudós sikeresen próbálta ki emberen a veszettség elleni vakcináját. 47 éve meghalt Louis Armstrong, a 20. század egyik legkiválóbb zenésze, a jazz úttörője. Most pedig következzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Vörös riasztás van érvényben Vajdaság több pontján, ítéletidő érkezik térségünkbe. Megszavazta az Európai Parlament, a harmadik országok állampolgárainak beutazási engedélyt kell váltaniuk, hogy belépjenek az unió területére. Túljelentkezés van az újvidéki óvodákban, több szülőnek is magánintézményt kell választania. Elkezdődött a Kárpátaljai Nyári Szabad Egyetem felső színevéren. Erős széllel, jégesővel és nagy mennyiségű csapadékkal érkezik térségünkbe a hidegfront az esti órákban, tájékoztat a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Az ország több pontján vörös riasztás van érvényben, ami azt jelenti, hogy több helyen egyszerre akár 20-30 liter eső is eshet majd négyzetméterenként. A figyelmeztetésben az áll, hogy a zivatarhullám következtében megnő a szél okozta károk lehetősége. Az illetékesek figyelmeztetnek, mindenki tegye meg a szükséges óvintézkedéseket. Az esti órákban ne induljanak útnak, ugyanis a szél fákat csavarhat ki, valamint a csapadék mennyisége miatt úttorlaszok alakulhatnak ki. A csapadékzóna Horvátország felől érkezik térségünkbe. Vigyázzanak magukra és a környezetükben élőkre. Ítéletidő tombolt tegnap a régióban. A heves esőzésekkel és széllel kísért hidegfront tegnap délután elérte Horvátországot, Szlovéniát és Olaszországot is. Volt, ahol jégeső is pusztított. Az eddigi bejelentések szerint több mint 20 épületben okoztak komoly károkat a heves esőzések miatt kialakult árvizek. Megszavazta az uniós utasregisztrációs rendszer felállítását tegnap az Európai Parlament plenáris ülése. A rendszer keretében kizárólag előzetes elektronikus beutazási engedéllyel léphetnek majd be harmadik országbeli állampolgárok az Európai Unió területére. Így azok a szerbiaiak is, akik nem rendelkeznek uniós állam állampolgárságával. A tervek szerint a rendszer hozzá fog járulni a belső biztonság erősítéséhez, az illegális bevándorlás megelőzéséhez, a közegészségügy védelméhez és a határátlépési idő lerövidítéséhez azzal, hogy már megérkezésük előtt azonosítja azokat, akik valamilyen szempont alapján kockázatot jelenthetnek. A kérelmek elbírálása 18 év alattiak és a 70 év felettiek számára ingyenes lesz. Mindenki másnak 7 euróba fog kerülni. A kiadott engedély pedig 3 évig, vagy az úti okmány lejártáig lesz érvényes. Nem vízumról van szó, ezt a tárgyalások alatt is többször hangsúlyoztam. Az ETIAS pusztán egy utazási engedélyezés, amelyet bárki percek alatt online kitölthet, és az esetek 99%-ában rögtön automatikusan meg is kapja a beutazási engedélyt. Nem kell a konzulátusra utazni, nem kell véget nem érő nyomtatványokat kitölteni, és nem szükséges semmilyen hivatalos papír bemutatása. Különben az Egyesült Államok, Ausztrália és Kanada már évek óta rendelkezik hasonló modern rendszerrel. A következő jövő májusi európai parlamenti választáson a nem uniós tagállamokban élő, de EU-s állampolgársággal rendelkezők is élhetnek majd szavazati jogukkal, így várhatóan a szerbiai kettős állampolgárok is. 42 év után először hagyta jóvá az Európai Parlament a saját képviselőinek megválasztására vonatkozó törvény módosítását, ami egyben egyszerűbbé, átláthatóbbá teszi magát a voksolást. Most a tagállamokon, így Magyarországon is a sor, hogy ezeket a reformokat beépítse jogrendjébe. Emelte ki a Szabadkai Magyar Rádiónak adott nyilatkozatában Söplin György, a Fidesz-KDNP EP képviselője. Harmadik országban élő Európai Uniós állampolgárok szavazhatnak,
ha az ő saját országuk ezt lehetővé teszi. A mi esetünkben a magyar államnak kell különféle rendelkezéseket hozni annak érdekében, hogy például Szerbiában élő magyarok hogyan szavazhatnak az európai parlamenti választásokon, és ha Szerbiában úgy gondolják, hogy igenis, mint magyar állampolgárok szeretnének szavazni, akkor ez most meg fog történni, amennyiben a magyar állam meghozza a rendelkezéseket. Kétnapos látogatásra ma Bulgáriába utazott Ana Brnabić, szerb miniszterelnök. A kelet- és közép-európai államok, valamint Kína közötti 16+1 elnevezésű csúcs találkozó kezdődik a bolgár fővárosban. A résztvevők az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a turizmus, valamint a csúcs technológia terén megvalósítható együttműködések lehetőségét is megvitatják majd. A találkozón Kína mellett 16 közép- és kelet-európai ország vesz részt, egyebek között Magyarország is. Ana Brnabić szerb miniszterelnök korábban azt nyilatkozta, nagy elvárásai vannak a találkozóval kapcsolatban, amelyen Szerbia több együttműködési megállapodást is aláír majd a külföldi partnerekkel. A találkozó folyamán Kína várhatóan további 2 milliárd dollár befektetési pénzt fog jóváhagyni a közép- és kelet-európai partnerei számára. A 16+1 csúcs találkozóval egyidejűleg Szófiában üzleti fórumot is tartanak, amelyen mintegy 250 kínai és 700 közép- és kelet-európai ország képviselője vesz részt. A kelet- és közép-európai államok, valamint Kína közötti csúcs találkozón írja alá Szerbia a távol-keleti partnerekkel azt a 943 millió euró értékű szerződést, ami a Szabadkát és Újvidéket összekötő gyorsforgalmú vasút kiépítését foglalja magába, jelentette ki Zorana Mihajlović, szerb közlekedési miniszter. A befektetés a Belgrád-Budapest gyorsvasútvonal kiépítésének fontos részét képezi. To je ogroman ugovor, uopšte celu prugu, dakle radimo sa ruskim i sa kineskim partnerima i rekla bih da od onog fonda praktično 16+1 koji je opredeljen po vrlo povoljnim uslovima da se daje zemljama 16+1, Srbija je zemlja koja je nekako najveći deo tog fonda iskoristila. Dakle, puno radimo sa kineskim kompanijama, radimo po svim evropskim standardima. Dakle, svaki naš ugovor ima u sebi članove da je sve u skladu sa evropskim standardima. Elkezdődött a kereskedelmi háború Kína és az Egyesült Államok között, ugyanis ma léptek hatályba a kínai termékekre vonatkozó büntetővámok. Az amerikai hatóságok 34 milliárd dollárnyi Kínába gyártott termékre vetett ki büntetést. Kína azonnal reagált Washington intézkedésére, és ellenvámokat vezettek be, amelyek azonnal hatályba is léptek, tájékoztatotta a kínai külügyminisztérium. A Kína által bevezetett vámok az olyan Amerikába készült termékekre vonatkoznak, mint a viszki, az elektromos autók vagy a szója. Az előző évekhez hasonlóan most is nagy a túljelentkezés az újvidéki óvodákban. A Radosno Detinstvo iskoláskor előtti intézmény óvodáiba idén 1042 gyermeket vettek fel, de még így is sokan, 3328-an a várólistán maradtak. Több újvidéki magyar szülőnél is érdeklődtünk, sikerült-e beiratniuk gyermeküket az óvodába. Elmondták, első körben nagyon nehéz bejuttatni a gyermeket, de augusztusban erre már valamivel nagyobb az esély. Akinek pedig sikerült még tavaly beiratni a gyermekét az óvodába, idén is biztosított számukra a hely. Megyünk beszélni! Ferenc Judit gyermeke szerb nyelvű csoportba jár, de mint mondta, ez is jobb, mintha magánóvodába járna, hiszen idősebbik gyermekét férőhely hiány kénytelen volt privát óvodába íratni. Judit szerint a férőhelyek hiányát főként az okozza, hogy nagyon sokan beiratják gyermeküket, majd nem járatják rendszeresen az óviba. Ezzel, hogy a gyerek fogja a helyet az óvodában és nem jár, ezért egy másik gyerek, akinek viszont valószínűleg a szülei dolgoznak, nincsenek nagyszülei, nem tud bekerülni az óvodába. Természetesen vannak ezek a magánóvodák is, és a város azt hiszem, hogy fedezi egy bizonyos százalékát a havi részletnek, amit fizetni kell, viszont ez is nagyon
attól függ, hogy éppen milyen helyzet uralkodik a városban. A nagyobbik gyerekem az magánóvodába járt, és azt kell mondjam, hogy amikor megindultak ezek a szubvenciók a város részéről, ezek nagyon hasznosak voltak, tehát egy óriási teher esett le a vállunkról. Az újvidéki Radosno Detinszva iskoláskor előtti intézmény idén azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy 20%-kal növelhessék az óvodai helyek számát. Szerintük ennyivel több gyereket még befogadhatnának az intézmények a meglévő kapacitással is. Évek során azt tapasztaltuk, hogy mondjuk rá, mivel hogy én a telepi óvodában dolgozom, hogy a pályázaton mindig 50-60-70 gyerek is el van ütve, tehát nem jutnak be az óvodába, és szerintem ennek az a jele, hogy a telep részére egy új óvodát kellene felépíteni, hogy ez a pályázaton lemaradt gyerekeket is el tudjuk helyezni. Az ideiglenes megoldásokon túl egyértelmű, hogy minden tekintetben bővíteni kellene a kapacitásokat ahhoz, hogy a túljelentkezés számottevő mértékben csökkenteni tudják. Erre 5 éven belül lehetőség van, ugyanis Újvidék is része az illetékes köztársasági tárca programjának, amely az óvodák kapacitásainak bővítését és az óvodai oktatás és ellátás minőségének javítását irányozza elő a Világbank hitelének jóvoltából, tudtuk meg Vicsek Anna Mária oktatási államtitkártól. Az elkövetkező 5 évben, tehát 2022-ig bezárólag a Világbanknak a támogatásával, illetve a Világbanktól felvett hitelből olyan óvodáknak az építése, illetve olyan létesítményeknek a felújítása, ahol szabad kapacitások vannak, de most nem óvodai csoportként vannak használatban. Tehát ilyen beruházásokkal 17 ezer gyermek számára van tervben Szerbia szerte az új óvodáknak, illetve óvodai helységeknek a kiépítése. Ami pedig az árakat illeti, akinek nem sikerül beíratni a gyermekét állami óvodába, annak havi 100-120 eurónyi összeget kell a privát óvodára szánni, míg az állami óvoda a mostani július 1-től érvényes megemelt ár szerint is csak 4500 dinár, a félnapos ellátás ugyanitt pedig 1636 dinár tesz ki havonta. Péntekenként, szombatonként és vasárnaponként csak Szegedig közlekedik a Budapest-Szabadka autóbuszjárat. Így ezeken a napokon sem Szabadkáról Budapest felé 15 órakor, sem pedig Budapestről Szabadkára reggel 7 órakor nem indul járat, tájékoztat a budapesti székhelyű Volán busztársaság. Közleményükben hozzáteszik, a hét többi napján, tehát hétfőtől csütörtökig a megszokott rendszerint járnak a buszok. Reggel 7 órakor Budapestről indul járat Szabadkára, míg az Északbácskai városból 15 órakor Szegedet érintve Budapest felé. A társaság szeptember 2-ig nem üzemelteti a hét utolsó 3 napján járatát Szabadkáig. Indoklásukban azt írják, a módosítás oka a Horgos-Röszke autópálya határátkelő helyen tapasztalható veszteglés és hatalmas sorok a nyári hónapokban. A járművek 28%-a nem megy át a műszaki vizsgán Szerbiában, írja közleményében a Szerbiai Automotoros Szövetség, amelynek illetékesei a karbantartott autó, biztonságos autó akció keretében állapították meg az említett arányt. A nyári szezon kezdete előtt több mint 5000 autós ellenőriztette járművét. A hibás autók 41%-ának voltak fék problémái, 12%-ának a kormányműjével akadtak gondok, míg a négykerekűek 34%-ánál hibásak voltak a fényszórók. A szövetség felhívja a gépjárművezetők figyelmét, hogy tartsák be a szabályokat, ellenőriztessék autójukat rendszeresen, ugyanis ezzel életet menthetnek. Meghalt egy búvár az elárasztott észak-tájföldi barlangrendszerben rekedt 12 diák és edzőjük kimenekítésének előkészítése során, közölték a helyi hatóságok. A tájékoztatás szerint a 38 éves férfi a tájföldi haditengerészet elit alakulatának egykori tagja tegnap este oxigénpalackokat helyezett el a barlangban, azon az útvonalon, amelyen keresztül a benrekedt csoportot kimenekíteni készülnek.
A hírek szerint a búvárnak kifogyott az oxigén a palackjából. A férfit megpróbálták újra éleszteni, de nem jártak sikerrel. A 12 gyerek a 25 éves edzőjükkel még június 23-án ment be egy barlangba, de aztán a heves esőzések miatt már nem tudtak kijönni onnan. Nézzük, mivel foglalkozunk még a híradó folytatásában. Elkezdődött a dinnye szezon térségünkben. Készül az új idényre a szabadkai Spartacus labdarúgó klub. Július 12-én Európa Liga selejtezőt játszanak. Elkezdődött a Kárpátaljai Nyári Szabad Egyetem. A tábor idei címválasztása pedig, hogy a jövőt magyar nyelven írják, örökérvényű, mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke a rendezvény megnyitóján felső színnevéren. Németh Zsolt szerint a Kárpát-medencei nyári táborok a nemzetpolitika motorjai, és meghatározzák a kormány jövőbeli lépéseit. A politikus szerint az elkövetkezendő négy esztendő az Európai Szövetségépítésnek az ideje lehet. A magyar nemzet feladata pedig az, hogy megfelelő válaszokat tudjon adni a kihívásokra, és az érdekei pedig képviselve legyenek. A külügyi bizottság elnöke szerint az ukrán-magyar kapcsolatok vonatkozásában fontos arra összpontosítani, hogy meghatározzuk azt, hogy mi az, ami nem elválasztja, hanem összeköti a két népet. Olyan alapvető változások zajlanak Európában, hogy nélkülözhetetlen, hogy az a fajta nemzetpolitikai és külpolitikai erőmű, amit ezek a szabad egyetemek jelentenek, ez mozgásba lendüljön. És a magyar nemzet egy megfelelő választ tudjon adni erre a kihívásra. A magyar kormány minden határon túli nemzetrész mögött áll és támogatja a külhoni közösségeket úgy, ahogy az az alaptörvényben van lefektetve, mondta Szilágyi Péter, magyar nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a Kárpátaljai Nyári Szabad Egyetem nemzetpolitikai kerekasztal beszélgetésén. A politikus szerint fontos, hogy a választások után összegezve legyenek az elmúlt évek nemzetpolitikai eredményei, hozzátette. Soha ilyen mértékű támogatás nem jutott a külhonba, mint az elmúlt időszakban. Arról is beszélt, hogy a jövőben minden kormányülést megelőzően összeül majd a nemzetpolitikai kabinett is, amely javaslatokkal fog élni a kormány felé a fontos Kárpát-medencei kérdésekben. Fontos összegezni azt, hogy hová jutottunk el az elmúlt 8 évben, milyen programjai voltak a nemzetpolitikának, a kormányzatnak, miben más a 14 és 18 közötti időszak, mint a 10 és 14 közötti időszak, illetve az, hogy milyen sürgető problémák vannak most a Kárpát-medencében nemzetpolitika terén. Gondoljunk csak a tegnapi bekezdős tárgyalás eredményére Erdélyben, illetve az egyéb más ügyekre, itt Kárpátalján nyelvtörvény, oktatási törvény, tehát fontos az, hogy elmondjuk, újra megerősítsük azt, hogy igenis kiállunk a határon túli magyarságért, és ezeket napirenden tartsuk, ezeket az ügyeket, és közvetítsük a többségi nemzet számára is. Pancsován nagy érdeklődés övezte a Prosperitáti Alapítvány legutóbbi pályázati körét. A helyi iroda egyébként 2016. novemberében nyílt meg. A délbánáti Szórvány Magyarság tagjai ebben az irodában adhatták be pályázatukat. Kaphattak fontos információkat, és az elkövetkező időszakban megjelenő pályázati körökkel kapcsolatban is bizalommal fordulhatnak az iroda tagjaihoz az érdeklődők. A Prosperitáti Alapítvány legújabb pályázati szakasza júniusban zárult le. A délbánáti érdeklődők az alapítvány pancsovai irodájában adhatták át pályázataikat. Németh Márton irodavezetőtől megtudtuk, hogy a pályázók száma igazolta a pancsovai iroda létrejöttét. Ebben a pályázati körben a pancsói irodában pontosan 66 pályázatot átadva. Az valamelyivel kevesebb, mint a legtömegesebb harmadik köri,
De érthető egyrészt azért, mert ez a pályázati kör integrátori szerződések aláírásával volt összefüggésben. Németh Márton, irodavezető elmondta még, hogy a pályázóknak sokat jelenthet ez a lehetőség, mivel nagyban fellendítheti a gazdasági tevékenységet, a mezőgazdaság, a cégek és az ipari vállalkozások terén is. A 46 mezőgazdasági pályázó mellett sokan vártak a startup, vagyis az új cégek indítására kiírt pályázatokra. Nagyon érdekes vállalkozások is voltak, például olyan, mint gyáripari alpinizmus, például ami mondjuk ritkaság, és aki nem tudja, hogy az mi, az körülbelül egy ilyen a technológiai rendszereknek a karbantartása, magas épületek, magas gyáripari üzemek egyes részlegeinek a tisztítása, javítása. Magasságokon. Emellett voltak érdekeltek ilyen fodrászat, meg ezzel hasonló tevékenységek, akkor építészeti, kivitelezők, belső és külső építészet. A pályázatok számbavétele és értékelése már folyamatban van. A rangsorolás után a nyertesekkel várhatóan ősszel kötik meg a szerződéseket. Vajdaságban is elkezdődött a dinnye szezon. A gyümölcsök elárasztották az üzleteket és az utcákat. A dinnye termesztők szerint idén is minőségi a belföldön termesztett gyümölcs, amely iránt hagyományosan nagy érdeklődés mutatkozik. Bácsföldváron is megjelentek az út mentén a dinnyárusok. A nyár egyik legközkedveltebb gyümölcsének kevesen tudnak ellenállni. Kóparó zdravesz. Prevenszen zdravesz. Ez az. I volim, sladkész. Koliko često kupujete autokulát? Ha, nedeljén 2-3 pót. A bácsföldvári árusok elmondták, hogy a szezon elején többnyire behozatali dinnyéhez lehet hozzájutni, ám igazi kereslet a Szerbiában termesztett dinnye iránt van. Mit szeretnek jobban az itteni vásárlók, a hazait vagy a behozatalit? A hazait, és mindig is kérdezik, hogy hazai vagy behozatali. És ez a legfontosabb kérdés. Ha hazai, akkor persze, hogy vesz nekem, így nem. És miért jobb a hazai? Mert abban biztosabbak, meg frissebb, meg minden. Nem szeretik, mikor már ilyen porhanyos, meg túlérett. Egy nap alatt átlagosan 1 tonna gyümölcs is elfogyhat, mondják az árusok, akik szerint a dinnye ára még változni fog a nyár folyamán. Trenutno su 30 dinara kilogram, ali uskoro će verovatno to i pasti. Bile su najviše 80, tako da ove godine nisu ni skupe. Verovatno ih ima dosta. A bácsföldvári Kobiszki család több mint 40 éve foglalkozik dinnye termesztéssel. Korábban 5 hektárnyi gyümölcsük is volt, mostanra azonban mindössze 1 hektárnyi területen termesztenek dinnyét. Idén az időjárási viszonyok nem kedveztek a gyümölcs fejlődésének. Ova godina krenula je nikako, pošto je ono martu, ona hladnoća, nismo mogli da se pripremimo kako treba i onda je bilo na brzinu sve. Međutim, evo sad previše vlage, lubenica to ne voli, ali nekako će. I ova godina proći jeset. Mara Kobiszki hozzátette, a kedvezőtlen körülmények miatt a gyümölcsök minősége nem romlott, és túl nagy veszteségekkel nem kell számolniuk a dinnye termesztőknek. Csupán a dinnyék betakarítása jelent most nagyobb kihívást. A Köztársasági Mezőgazdasági Minisztérium megjelentette a kezdő vállalkozókra vonatkozó pályázatát. A kérvényeket augusztus 15-ig lehet benyújtani, és azokra a 40 évnél fiatalabb termelőkre vonatkozik, akik 2017. január 1-e után jegyezték be gazdaságukat, vagy a bejegyeztetés még folyamatban van. A több mint 10 000 eurós vissza nem térintendő kezdőtőkét mezőgépek, öntözőrendszerek vásárlására
valamint az állattenyésztés és a méhészetet fejlesztő berendezésekre, gépekre fordíthatják. Az állattenyésztéssel foglalkozó birtokok törzskönyvezett állatok vásárlására is felhasználhatják a támogatást. A pályázat szerint egy-egy gazdaság legfeljebb 1,5 millió dinárt igényelhet. Tavaly 667 fiatal termelő igényelte a támogatást. Az idén nagyobb érdeklődésre számítanak az illetékesek. A köztársasági szaktárca új támogatási szabályzatot adott ki, amely értelmében a mezőgépekre, a felszerelésekre, az állattenyésztés fejlesztésére csak azok a termelők pályázhatnak, akiknek nincs adósságuk az állam felé. A tavalyi évtől eltérően, amikor előszámlával lehetett pályázni, az idén ismét csak számlával, illetve a már megvásárolt beruházást igazoló dokumentummal lehet jelentkezni a kiírásra. A termelők nem helyeslik az új rendeletet, hiszen sokan nem rendezték tartozásukat a nyugdíj- és betegbiztosítási alap felé, de kifogásolják azt is, hogy a támogatások kifizetése több hónapot késik. Szerintük más megoldást kellene keresni a kérvények beadásához, és a kifizetéseket is fel kellene gyorsítani. A vagyon visszaszármaztatás miatt az állami földek bérbeadásából évről évre kevesebb pénz folyik majd Óbecse község költségvetésébe. A becslések szerint évente 10%-kal kisebb ez az összeg. A községi képviselőtestület ülésén elsősorban azért kellett a büdzsét módosítani, mert a mezőgazdasági minisztérium csak nemrégiben hagyta jóvá a mezőgazdasági földek 2018-as védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó községi programot. A községi költségvetés közel 146 millió dinárral növekedett, és mintegy 1,6 milliárd dinárt tesz ki. A mezőgazdaság fejlesztésére szánt összeg most megközelíti a 200 millió dinárt. Ebből a pénzből több olyan beruházás is megvalósulhat, amit korábban nem terveztek be a költségvetésbe. Отрасишта, каналска мрежа, знаат, полјопривреда е битна, ти канали и полјопривреда за одводњавање, наводњавање, они ќе бити поново очишћени, раден од тих средства ќе се радити пројекат за канал, онај кој спаја Малу Босну, како ми то кажемо, и стадион, негде ко стадиона, то је онај канал кој кроз центар Бече пролази, ту радимо пројекат, па следеће године, извинјавам се, планирамо да ga uvrstimo u program, odnosno da ga zacevimo, što bi značilo da građani Beča ne bi imali onaj kanal koji je otvorenog tipa, već zatvorenog tipa kanal i mnogo lepše bi izgledalo. Látványosnak ígérkező eseményeket harangoztak be a nagybecskereki városházán. Augusztus 28-án Szlovákia, 29-én pedig Magyarország mutatkozik be a város főterén. A rendezvényeket a sörnapok keretében tartják meg. Tavaly először volt magyar nap Nagybecskerek főterén, idén még gazdagabb művelődési és turisztikai rendezvényt ígérnek a szervezők. A magyar mellett szlovák nap is lesz. Biće prezentovani nošnje koje su starije 150, biće promocija knjige Slovačka lepota, znači ovdje smo odlučili da upravo na danima piva krstimo ovu knjigu i biće jedna ekskluzivna modna revija starih nošnji gdje ćemo imati više od 15 modela koji će nositi te nošnje. Nagybecskerek több nemzetiségű város, ahol fontosnak tartják az egymás közötti együttműködést, a kapcsolattartásnak pedig remélhetőleg gazdasági hozadéka is lesz majd, mondta el Nagybecskerek polgármester segédje. Upravo sa gradovima u Mađarskoj, gradovima u Slovačkoj, ali i Rumuniji velika je i saradnja već postoji, ali svakako da ove manifestacije omogućavaju da se kontakti i saradnja poboljšaju i unaprede. A rendezvényeket a sörnapok keretében tartják, amelyre 500 000 vendéget várnak. Moramo da razmišljamo i o obogaćivanju te manifestacije na više načina. Jedna od takvih manifestacije je Festival tradicije i kulture. A rendezvény szervezésében részt vállalt az Európai Területi Társulás is, amelynek elsődleges feladata a régió gazdaságának fejlesztése. Debrecen város fog megjelenni idén. Úgy érzem, hogy ez gazdasági szempontból mind Nagybecskerek számára, mind
vajdaság számára egy fontos tényező lehet. Mórahalom, mint az egyik stratégiai partnere Nagybecskereknek az ő részükről, a 2017-es év ugróköteles világbajnokai fognak fellépni. A Magyar Nap fellépői között lesznek a temesvári néptáncosok is. Természetesen a rendezvényre várják a környező falvakban élő szlovák és magyar polgárokat is. Hivatalosan is elstartolt a Kanizsa Fest tegnap este. Nagy számban érkeztek fesztiválozni vágyó fiatalok a tiszaparti településre. A háromnapos rendezvény nyitónapján fellépett többek között a Hősök, a Töttö Cigi és Mr. Mis is. Már délután gombamód szaporodtak a sátrak a Kanizsa Fest helyszínén, a Magyar Kanizsai Vásártéren. Magyarországról is érkezett egy nagyobb társaság. Ez tavaly kezdődött, egy volt osztálytársam, középiskolában ő szerbiai, moholi, és ő mondta, hogy van ez a fesztivál, és invitált minket, hogy jöjjünk el. Mi döntöttünk úgy, hogy miért ne, és akkor kipróbáltuk, tavaly nagyon jó volt, és idén is úgy döntöttünk, hogy miért ne. Az est egyik legérdekesebb fellépője minden bizonnyal Szabó Donát, művész nevén Töttö Cigi volt, aki most először mutatkozott be a fesztiválon. Elsősorban új mashupokat csináltam, csak azért, hogy ilyen egyedibbé tegyem az egész szettemet, meg az, hogy igazából nagyot szóljon az egész, és igazából Kanizsán még nem voltam, de Szerbiában már zenéltem, és egyébként a szerb közönségre, meg a vajdaságra is nagyon azt tudom mondani, hogy nagyon pozitív számomra. Két helyszínen folyik a fesztivál. A kis színpadon a helyi lemezlovasok léptek fel, akik balkánpartival készültek a népes közönségnek. Kanizsa Fest nem lenne méltó a város nevének a használatára, hogyha nem jelennének meg azok az emberek, azok a figurák, szórakoztató emberek, legyen az akár énekes, vagy akár lemezlovas, bár idén csak a lemezlovasokkal próbálkoztunk, akik itt élnek a környéken, és meghatározó fiataljai, feltörekvő tehetségei, vagy éppenséggel már befutott emberei a helyi szórakoztatóiparnak, hogy egy kicsit magukénak is érezzék ezt a dolgot, tehát méltatlan lenne, hogyha pont a helyieket kihagynánk ebből a történetből. A Kanizsa Fest folytatásában ma a technói lesz a főszerep. Fellép többek között a nagy színpadon Robin Futaki, Ascalon és Marko Nastić, míg a kis színpadon a Szakmai Diszkó és Pixa játszik. Immár 8. alkalommal szervezték meg Újvidéken a Petőfi Magyar Művelődési Központban a nyári tábort. Idén mintegy 130 gyermek vett részt az egésznapos játékos foglalkozásokon. A játék és a barátkozás mellett kézműves foglalkozások is várták a gyerekeket az újvidéki nyári táborban. A 6 éves Hubertnak és a 4 éves Ingridnek éppen ezek tetszettek a legjobban. Nekem azt tetszett a legjobban, amikor csináltunk ilyen teljes dobozokból kincses ládát. És te mit raksz a kincses ládába? Hát raktam bele ilyen veggolyókat, kupakot, egy aranykupakot, meg semmit mást. Mit tetszik a legjobban? A rajzolás. Mit rajzoltál? Kiflit. És rétrát is. Minden nap reggel 9-kor érkeztek, és késő délutánig táboroztak a gyerekek a művelődési központ udvarában. Elsősorban természetesen a játékon és a szórakozáson van a hangsúly, viszont különböző kézműves foglalkozásokat is szervezünk a gyermekeknek, amelyek nem hétköznapig, tehát próbálunk mindig olyan tartalmat biztosítani a gyermekeknek, amelyekkel nem találkoznak a mindennapi, úgymond, életük során. A tábor gála műsorral zárult, de ezzel nincs vége a barátkozásnak, hiszen az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központban ezután is rendszeresen zajlanak majd a gyermekház programjai, amelyek hétről hétre várják a legkisebbeket.
Programokkal, fesztiválokkal teli nyár előtt állnak az oromiak és a környékbeliek. Az Oromi Nyár elnevezésű programsorozat részleteit ma délelőtt sajtótájékoztatón ismertették a szervezők. A rendezvény sorozat a völgyesi aratóünnepséggel veszi kezdetét, de a nyár folyamán lesz egyebek között agyaggalamblövő verseny, sakkbajnokság, lóverseny, népzenei találkozó, valamint másodízben rendezik meg az oromiak nagy világ találkozóját is. Elengedhetetlen megemlíteni ezek mellett a Malom Fesztivált és annak kísérő programjait. A sakkbajnokságot követően egy olyan rendezvény következik, amely még soha nem került megrendezésre. Ezt a rendezvényt Malmok útja fesztiválnak hívják, ez augusztus 10-től 12-ig tart. Ezt a fesztivált Oromhelyi Közösség most futó IPA pályázatának köszönhetően szervezhetjük meg. Ez egy olyan fesztivál, amely a Magyarország-Szerbia Interreg IPA programnak a támogatásának köszönhetően valósul meg. És augusztus 10-én a Tanya Színház fellépése műsora nyitja meg. 11-én irodalmi zenés programok következnek, és 12-én is a fiatalokat megszólító programokat próbálunk szervezni. Szerveztünk. Mielőtt rátérnénk a sporthírekre, egy örömhírt szeretnénk megosztani nézőinkkel. Megszületett Dóru Alen szerkesztő riporter kollégánk és felesége Dóru Vivien első gyermeke. Dóru Martin 4250 grammal és kereken 50 centiméterrel jött a világra. Az anyuka és a baba is jól vannak. A Pannoner TV munkatársai jó egészséget és sok boldogságot kívánnak az egész családnak. Négy új játékos igazolást mutattak be ma a Szabadkai Spartakusz labdarúgó klubnál. Nikola Pérics az Újvidéki Vojvodinából, Szlagyan Rákics a Crvena Zvezdából, Andrija Milić pedig a Jagodina együtteséből érkezett. Benjamin Demir macedón légiósként csatlakozott a klubhoz. A Szabadkai Spartakusz az idei szezonban az Európa Liga selejtezőben is indul. Első ellenfelük az Északír Kolerein csapata lesz. Az odavágót július 12-én rendezik meg Újvidéken. Spartak je nastavio svoju priču dovođenja mladih i perspektivnih igrača, kojima će Spartak biti sigurno odskočna daska. Samim s tim što su ovde, znači da su pravi momci, pre svega Spartak prvo bira ljude, pa onda bira igrače. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Vörös riasztás van érvényben Vajdaság több pontján, ítéletidő érkezik térségünkbe. Megszavazta az Európai Parlament, a harmadik országok állampolgárainak beutazási engedélyt kell váltaniuk, hogy belépjenek az unió területére. Túljelentkezés van az újvidéki óvodákban, több szülőnek is magánintézményt kell választania. Elkezdődött a Kárpátaljai Nyári Szabad Egyetem felsőszi nevéren. Köszönjük szépen a figyelmüket! A pannonertv.com weboldalon még több friss hírt és információt olvashatnak, és a riportjainkat is visszanézhetik. Tartsanak velünk a továbbiakban is. Szép estét, a viszontlátásra!